Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió keddesti híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Érkezzenek legfontosabb híreink! Országos versenynek ad otthont Makó. Rómától az aikidóig. Gumifőzés nincs, robotok viszont vannak a kontiteknél. A pénzügyi ágazati képzések országos szakmai tanulmányi versenyének döntőjét a pénzügyminisztérium pályázatának elnyerésével a makói Keri rendezheti meg ebben az évben. A verseny megnyitóján Izer Norbert adóügyekért felelős államtitkár és Farkas Éva Erzsébet polgármester is kiemelték. Az ország legjobbjai versenyeznek Makón, akik már mind győztesek. Sosem vesztek, vagy nyerek, vagy tanulok. Nelson Mandela idézetével nyitotta meg a 2018-2019-es tanév országos szakmai tanulmányi versenyét Izer Norbert adóügyekért felelős államtitkár. A Keriben az elkövetkezendő napokban 68 pénzügyi és számviteli ügyintéző, valamint vállalkozási és bérügyintéző méri majd összetudását. 15 éve már a minisztérium szervezi ezt a versenyt, a pénzügyi ágazati szakképzések közül ez a legrangosabb verseny, tehát ez adja a versenynek a jelentőségét, hogy a szakmában gyakorlatilag ez a legnemesebb versengés az országban. Ez egy országos szakmai tanulmányi verseny, pénzügyi ágazatot érint, kétfajta versenyt rendezünk meg a következő 3 napban, és azért vagyok megtisztelve, hogy én nyithattam meg ezt a versenyt, mert azt gondolom, hogy a adózás és számviteli szakmának a legjobb diákjai fognak itt most versengeni. Az iskola ebben a tanévben ünnepli fennállásának 95. évfordulóját. A Keri alma máterként gyökerévé vált mindazon egykori diákoknak, akik innen indultak el szakmai sikereik felé, és adott szárnyakat azoknak, akik az itt kapott tudásra alapozva jártak be a világot. Ebben a szellemben köszöntötte a vendégeket a Korona dísztermében Farkas Éva Erzsébet polgármester is. Szolgálatot tenni a köznek, szolgálni akkép, hogy az egyén érdeke mindig háttérbe szoruljon, a magasabb rendű eszményi cél, a közjó és a hazafogalma mellett. Így látta egykoron az alapító is, az iskola névadója, Návai Lajos is. Hiszem és vallom, hogy emberré nevelni, tudásunk legjavát nyújtani, követendő példaként állni és megmaradni, kitárni a világot a gyermekek előtt, és elindítani őket az élet nehézségekkel, de örömökkel, szépségekkel teli útján, szakmát, kiváló szakmát adni a kezükbe, kísérve szeretetünkkel, nemes feladat a szó legnemesebb értelmében. Az eseményre a fenntartó főigazgatója is ellátogatott, aki a gyerekek és a pedagógusok mellett az intézményt ismertatta. Az iskolában lelkiismeretes, magas színvonalú szakmai munka folyik. Ennek köszönhetően a tanulók számos kimagasló helyezést értek el országos versenyeken. 2018. áprilisában a Szakmasztár Fesztiválról hozták el az országos első helyezést kereskedő kategóriában. 2017-ben országos első és negyedik helyezést értek el pénzügyi számviteli ügyintéző tanulók. De folytathatnánk a sort a kiváló megyei és régiós helyezésekkel is. A döntő 4 napján a résztvevők a szakmai és vizsgakövetelmények szerint szóbeli és írásbeli vizsgatevékenységekben vesznek részt. Emellett szabadidős programokkal is készült a házigazda. A versenyzők és a felkészítő nevelők többek között megismerhetik Makó nevezetességeit. Ezekről heti híradóinkban láthatnak összefoglalókat. A római kori hadviseléstől kezdve a jelenkor oktatási sajátosságáig sok téma napirendre került a 4. nemzetközi aikido konferencián a hétvégén a Glorious Vigadó épületében. Az előadásoknak köszönhetően a 14 országból érkező delegációk hasznos információkhoz juthattak a harcművészet jelenét és jövőjét illetően, szélesíthették látókörüket és szakmai diskurzusokat is folytathattak. A konferencián változatos témákon keresztül vezették az előadók a hallgatóságot, a harcművészetek gyökereitől egészen a modernkori problémákig sok mindent kiveséztek. Az értekezések sorát professzor dr. Borhi László, az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora kezdte meg. Mint mondta, ő maga már több mint 40 éve van kapcsolatban küzdősportokkal, 12 éve pedig az aikido és az azáltal képviselt életstílus ragadta magával. Előadásában az ókorba kalauzolta el a résztvevőket. Szerettem volna
rávilágítana arra, hogy amit mi harcművészetnek és angolul martial artsnak nevezünk, az az ókori Rómából ered, hiszen Mars istennek a művészetéről, a hadistennek a művészetéről van szó. Másrészt pedig szerettem volna kimutatni azt, hogy az a szerep, amit a harcművészetekre való nevelés Rómában az arisztokrata ifjaknak, a legionárius katonáknak a mindennapos gyakorlással, az együtt való gondolkodásban, az együtt működésben, a gyakorlatok közös begyakorlásában jelentett. Ugyanaz a jelentősége van most is a harcművészeteknek, ez az üzenete. A konferencián részt vett Cirbus Gábor alpolgármester is, aki saját elmondása szerint az eseményen, mint testnevelő tanár kívánta megszólítani a közönséget. A küzdősportok szerepének fontosságára hívta fel a figyelmet a közoktatásban. Eléggé háttérbe van szorítva, vagy szorulva sajnos a küzdősportok a mindennapi oktatásban, de én úgy gondolom, hogy a mindennapos testnevelés ott a lehetőségekbe igazán beleférne a küzdősportok oktatása is alapszinten. De ez egy nagyon összetett probléma, és az előadásomban erről szeretnék majd tájékoztatást adni. Én bízom benne, hogy el fogunk jutni arra a szintre, hogy akár vagy a testnevelő tanárok, vagy valamilyen külső segítséggel, például oktatók vagy küzdősport edzők által tudunk majd órákat tartani a későbbiekben, hogy mindenki megismerhesse a küzdősportokat. Az előadóknak Bodnár Gyula, a Nemzeti Aikido Szövetség Magyarország elnöke köszönte meg a közreműködést egy-egy ajándékcsomaggal. Stábunk a harcművészet jelenlegi helyzetéről kérdezte a szakembert. Az óvodások, általános iskolás 10-12 éves korig viszonylag könnyen bent tarthatók. Élvezik, szeretik, jönnek, gyűrják egymást. Nagyon jó a hangulat. Aki elkötelezte magát, és ma már ilyen részben korombeli, vagy jó 40 fölötti, azok már kitartanak, ők végigviszik. És akkor itt mindjárt látható az, amire utalok, hogy az a 12-15 éves kortól, olyan jó 30-35-ig, nem nagyon maradnak meg, nincsenek. Az ilyen és ehhez hasonló szakmai rendezvények, mint ez a konferencia, tökéletes keretet biztosítanak ahhoz, hogy az előadók által felhozott problémákra egyúttal megoldások is szülessenek. Kisebbeket és nagyobbakat egyaránt lenyűgözött a Contitech, nyílt nap keretében ugyanis több mint 500-an sétálhattak körbe a cég munkatársainak irányítása mellett a gyárban, így bepillantást nyerhettek a gyártási folyamatok legtitkosabb részleteibe is. Mindenki számára kiderült, nem üstökben főzik a gumit, viszont vannak egyre okosabb robotjaik, melyeket ráadásul ők fejlesztettek. Hát itt ugye ezeket a roppantó gyűrűket már egy robotos roppantással helyezzük föl. Ez is egy pokajokés megoldás, tehát azt jelenti, hogy minden alkatrésznek a meglétét ellenőrzi a robot, szenzorosan ellenőrzi az összes alkatrész meglétét, és akkor indul csak el a roppantási folyamat, amikor látja azt a gép, hogy minden alkatrész megtalálható. És akkor biztos, hogy jó terméket tudunk gyártani. A Continental cégcsoport immár 24 éves makói telephelyén is nagy hangsúlyt fektetnek a folyamatos innovációra. Itt található például a kollaboratív robotfejlesztési központ, de a közelmúltban elkezdték az automata szerelőasztalok gyártását is, valamint többek között 3D-s nyomtatás segítségével számos szerszámot is maguknak készítenek. Tudtuk meg a Contitech Fluid Automotive Hungária Kft. Ügyvezető igazgatójától, Nagy Mihálytól, aki a sajtó munkatársainak személyesen mutatta be a gyártását. Így nem csak a látogatók, de mi is végig kísérhettük, hogyan lesz a gumiból vagy a műanyagból autóhűtő-fűtőrendszer, ugyanis ez a cég fő profilja. Nagy Mihály a nyílt nap kapcsán elmondta, eddig minden évben megrendezték, korábban csak a családtagok számára, ám 3 éve már külsős érdeklődőket is szívesen látnak. Ugye sokan már 20 éve vagy 10 éve itt dolgoznak a cégnél, és ugye amit itt bemutatunk ilyenkor a családoknak, érdeklődőknek, az a mi kezünk munkája, és büszkék vagyunk arra, hogy mit állítottunk elő itt az elmúlt 24 évben. Gyakorlatilag megpróbáljuk végigvinni őket a teljes gyártási folyamatunkon, már csak azért is, hogy tényleg minden családtag lássa azt, hogy apa vagy anya hol dolgozik, tehát kezdve a szerszámgyártásunktól, az extrudálási tevékenység, vulkanizálási tevékenység, ellenőrzés, bélyegzés, különböző szerelési műveletek, raktárak, robotjainkat bemutatjuk, és a többi, és a többi. A rendezvényre ezúttal is több mint 500-an látogattak el. Voltak, akiket a szakmai kíváncsiság hozott ide, de volt, aki vidékről pusztán érdeklődésből utazott Makóra. Nagyon sokan a gyermeküket is elhozták, akik számára szintén egy nagy kaland volt a gyár. Tetszett az egész gyár.
Volt esetleg olyan állomás, amelyik különösen elnyerte a tetszésedet? A százszám gyártás, mert lakatos a végzettségem. Akkor ott vannak a kis radírkák, akkor én szeretnék egy ilyen. Hát minden nekem nagyon tetszett, főleg ezek az ilyen robotok. Ezek nagyon tetszettek. Monumentális, én nem gondoltam, hogy ekkora négyzetméterbe és gépi felszerelésbe. Nem találok szavakat, hogy Makón hogy lehet egy ilyen modern telegépet, modern gépekkel levőgyár. A gyártúrán Nagy Mihály ügyvezető igazgató a jövőbeli tervekről is beszélt. Annak ellenére, hogy idén nagymértékben visszaesett az új autók eladása, bizakodó, hiszen egyre nagyobb teret hódítanak az elektromos és hibrid gépjárművek. Ezeknek pedig komplexebb a hűtő-fűtőrendszere, így reményei szerint számukra növekedni fog a piac. A cég további programjai kapcsán pedig elárulta, a következő nagyszabású rendezvény a Családi Nap lesz, melyre szintén sok érdeklődőt várnak. A Marosvidék Baráti Társaság szervezésében húsvét előtt immár 5. alkalommal alkothattak együtt kicsik és nagyok a hagymaházban. A kellemes vasárnap délelőtti program keretében ötletesebbnél ötletesebb ünnepi díszek születtek, valamint az érdeklődők azt is megszemlélhették, hogy hogyan készül a vert csipke. Az immár 19 esztendeje fennálló Marosvidék Baráti Társaság évente 3-szor jelenteti meg a Marosvidék folyóiratot, mely többek között múzeológusok, helytörténészek, költők és írók munkásságait foglalja magában. Mindemellett kulturális eseményeket is rendeznek, hiszen fontos számukra, hogy az embereknek tartalmas időtöltést kínáljanak. Ennek tükrében marosmenti településünkön legutóbb vasárnap várták a családokat egy kreatív húsvéti foglalkozásra. Célunk, hogy a természetes anyagok felhasználására próbáljuk buzdítani az embereket, és hogy megtanítsuk őket, hogy milyen módokon tudnak ebből bármilyen kis dísztárgyat készíteni. A Apátfalváról is jöttek kézművesek nagy számban, ugyanis szombaton délután ennek a rendezvénynek a főpróbája már ott megtörtént, nagy sikerrel, sok kisgyerek, illetve család látogatott el a programra. A makói rendezvényre szintén szép számmal érkeztek résztvevők, akik több asztalt végigjárva, számos technikát kipróbálva készítették el ünnepi dekorációikat. Egy nyuszit csinálok, amit először ki kellett vágni, utána ráragasztottuk a fülét, az orrát, meg a szemét, és most hajtjuk össze, és utána össze kell kötni. Készítettem egy ilyen nyuszit, ilyen, hogy húsvéti alkalomkor a húsvéti asztalnál, ilyen szalvétatartót. Csináltam ilyen kis nyuszit, ilyen kis... És szintén ilyen kis tojástartó. A hagymaház aulájába betérők megismerkedhettek a kaskötéssel és a csipkeveréssel is. Az utóbbi a 16. században jelent meg hazánkban, tudtuk meg Mátó Erzsébettől, aki maga is foglalkozik ezen mesterséggel. Fapálcikák azok, amelyek kell készítjük a csipkét. Van ennek szoknyás változata, mint amivel én is dolgozom. Ez azt jelenti, hogy a pálcára föltekerjük a fonalat, és ezzel a szoknyával védjük munka közben, hogy ne piszkolódjon. Mindemellett kézműves portékákat is lehetett vásárolni, mint például levendulás termékeket, illetve házi szappanokat. A programról készült hosszabb összefoglalónkkal csütörtök esti Társalgó című kulturális magazinunkban jelentkezünk. Új formában lehetett kipróbálni a vízilabda sportágat a hétvégén Makón. A Water Skyball a Tanmedencében kapott helyet, ahol a délután folyamán bemutató játékkal és barátságos mérkőzésekkel várták az érdeklődőket. A legizgalmasabb meccset a Metalkom Szentesi Vízilabda Klub és Makóváros önkormányzata játszotta le. Tavaly nyáron mutatkozott belőször a Hagymatikumban a Water Skyball, mely nagyon hasonlít a vízilabdához, azonban szabályait nézve teljesen más. Az új sportműfaj a Magyar Fontanusz Központ Kutatóintézet találmánya, melyet 5 évvel ezelőtt fejlesztettek ki. 2 ember játszik 2 ellen, tehát olyan vízbe, ahol leér az embernek a lába, derékig érő vízmélységbe, és lényegében gólt kell szerezni labdával, de ugye látszik, hogy egy osztott kapu van, illetve 3 zónára osztik a pálya, úgyhogy különböző pontértékű gólokat lehet szerezni. Mint ismeretes, a hétvégén került megrendezésre a fürdőkomplexumban a Miss Alpok Adria szépségverseny Csongrád megyei döntője.
Gergely Gábornak, a Hagymatikum igazgatósági elnökének régi álma vált valóra, hogy az egész megyét megmozgató programnak adhattak otthont. Éppen ezért is gondolta tovább a szervezést, és a kikapcsolódni vágyók mellett a sportolóknak is kezdezni szerettek volna. Így jött az ötlet, hogy viszonylag jó kapcsolatunk is van a Szentesi vízilabda NB1-es csapattal, meg a vezetőségvel, és nem sokat kellett nekik udvarolni ahhoz, hogy eljöjjenek. És ezen a napon itt a szép lányok mellett ők, mint kigyúrt és fit és sportos fiúk képviseljék azt a szépséget mind a két nem irányába, ami egyébként erről a napról szól. A tanúszodában tehát a vízilabdát a főszerepben. A kezdeményezéshez Makóváros önkormányzata is csatlakozott. Ők is vízbe ugrottak, és szembeszálltak a legjobbakkal. Véleményem szerint egy fantasztikus vízijáték, akár családok, akár barátok, mindenki játszhatja, nagyon egyszerű szabályokkal bír ez a játék, és mégis nem igényel nagy kondíciót, nem igényel úszni tudást. Úgy gondolom, hogy mindenki számára játszható, aki például ellátogat a Hagymatikum gyógyfürdőbe. Ajánlom mindenkinek a figyelmébe, hogy használja ki ezt a lehetőséget, hiszen egy fantasztikus játékról van szó. A nap talán legizgalmasabb mérkőzését a Metalkom Szentesi Vízilabdaklub OB1-es csapata játszotta a Makói önkormányzat csapatával. Bár úgy tűnhetett, hogy a vízipólós fiúk előnnyel indultak, ez a sport számukra is ugyanolyan újdonság volt. Igazából nekünk úgy már nagyobb fizikai felépítésű játékosoknak kikapcsolódás szempontjából, edzés kiegészítéshez ezekre tökéletes lehet, úgy gondolom. A játék annyira megtetszett a feleknek, hogy a játékosok folyamatosan cserélődtek a medencében. Az újabb mérkőzésekkor már vegyes csapatok álltak fel, ezzel is emelve a meccsek jó hangulatát. Érkezzenek legfontosabb híreink, még egyszer röviden. Országos versenynek ad otthont Makó. Rómától az aikidóig. Gumifőzés nincs, robotok viszont vannak a Contiteknél. Kedves nézőink, ne feledjék, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makói YouTube csatornáján, majd látogassanak el weboldalunkra a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Híradónk után megmutatjuk a holnapi időjárást, azonban előtte elmondom, milyen műsorokkal várjuk Önöket az este folyamán. 18 óra 16 perckor Hírextra című hírháttér magazinunkkal jelentkezünk. 18 óra 25 perctől Kiszeli Zoltán politológus a Közéleti Klubban tartott előadását láthatják. Majd 18 óra 55 perces kezdettel Böjte Csaba makói előadását tekinthetik meg. Kedves nézőink, ez volt a keddesti híradó. Legközelebb, holnap jelentkezünk ismét friss hírekkel, tartsanak velünk akkor is. Én már a búcsúzom Önöktől, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!